Kevés fontosabb dolog van az ember életében, mint az ivóvíz. A 21. század nagy kihívása vizet, tiszta ivóvizet biztosítani az emberiségnek. Már a római birodalom óriási vízműveket hozott létre, több kilométer hosszúságú csővezetékek vitték a források vizét a városokba. Ezek közül számtalan még látható, sőt működik is. Ma az ivóvizet bonyolult rendszereken szállítják, ezek kiszolgálására számos szakma jött létre, melyek közül egy a vízműgépkezelő. Rosta Sándor vagyok, 37 éve dolgozom a cégnél. Érettségi után kerültem a vízművekhez. Hivatást választottam, nem munkahelyet. Az ivóvíztisztítás az mindig érdekelt. Elejétől fogva a kutaktól kezdve a kiadott vízig. Tehát mindegy, nincs különösebb kedvencem, mindegyik a szívem csücske. A vízműgépkezelő a vízművek, fürdőüzemi gépek, szennyvíz elvezetésre és tisztításra szolgáló létesítmények gépi berendezéseit felügyeli, azok működését biztosítja. Ez 24 órás üzem, ezeknek a gépeknek mindig működniük kell, hétköznap és ünnepnap egyaránt. A szakember feladata a gépek ellenőrzése, üzemeltetése és a hosszú távú karbantartása. Minden géphez tartalékrendszerek is tartoznak, ezek működését is össze kell hangolni. Jelezni kell, ha egy-egy berendezés tovább már nem állítható szolgálatba. Én főleg vízminőségmérő műszerekkel foglalkozom, ezeknek a karbantartásával, kezelésével, kézi műszerek összemérésével, adatok feldolgozásával, mivel ugye ivóvízbiztonsági határértékek vannak, vízbiztonsági rendszerek vannak, amik követelmények, amiknek meg kell felelni, és ezért nagyon fontos, hogy precízen és jól végezzük a munkánkat. Mint nő nem szerelek szét nagy szivattyúkat, meg gépeket, hanem azért a kisebb dolgokat csinálom itt. Viszont amit csinálok, azt próbálom nagyon precízen csinálni, mivel ivóvízről van szó. A vízműgépkezelő gondoskodik arról, hogy mindig tiszta ivóvíz kerüljön a poharunkba, kezeli a kényszeráramoltatású csatornahálózatokat, karbantartja a hőcserélő és vízkeverésre szolgáló műtárgyakat. Rendben tartja a víz terelésére szolgáló zsilipeket és vízátemelő szivattyúkat. A gáztalanító és az ivóvíz minőségét javító berendezések üzemeltetése során vegyelemzés céljából rendszeresen vízmintákat küld a laboratóriumba. Méri a felhasználók igejutó vízmennyiséget és munkanaplóba rögzíti a fogyasztás műszerek állását és a tárolók vízszintjét. Számtalan speciális szívó és mosó célgépeket használ, amihez különféle tisztítófejek tartoznak. Víztisztító berendezésekhez tartozó szivattyúkat, szerelhető tolózárakat kezel, valamint a hasonló szakmákban is alkalmazott szerszámok segítik a munkáját, mint a robbanásbiztos kézilámpa vagy a mérőeszközök, amivel a kémiai és fizikai segédanyagok előkészítését, kimérését és adagolását végzi. Üzemnaplókban vezeti a nyilvántartást, amihez egyaránt használ hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat. Reggel a főnökeink erre adják ki a munkafázisokat, illetve minden munkát erre kapunk meg, ezzel megyünk ki a helyszínre, a helyszínen lehúzzuk a vonalkódot, minden munkaegységen van egy szerkezetegységen egy vonalkód, azzal nyitom meg, elvégezzük a munkát, ez lehet ellenőrzés vagy szerelés, és amikor végeztünk, akkor szintén egy lehúzással lezárjuk a munkát. Ezzel könyveljük, illetve számítógépes rendszerre rá tudjuk rögtön kenni, nem kell külön embert foglalkoztatni azzal, hogy bediktáljuk, hogy mit csináltunk, ez könyvel mindent. A vízműgépkezelő szakmáját akkor gyakorolja jól, ha képes az önálló munkavégzésre. A gépek kezeléséhez, üzemeltetéséhez technológia, műszaki kompetencia szükséges. A munka nagy figyelmet kíván, és képesnek kell lennie arra is, hogy a problémákat meghatározza és helyes megoldást találjon rájuk. A karbantartási, javítási munkák kivitelezése kézügyességet és fizikai erőllétet igényel. Volt egy eset, amikor teljesen tűzforróak voltak a szivattyúk, már hozzá se lehetett közelíteni, és gyorsan le kellett állítani, és nincsen idő sokszor arra, hogy most én főnökömet fölhívjam, hogy leállíthatom-e azt a bizonyos szivattyút, hanem ott határozottnak kell lenni, és talpra esetnek, és cselekedni kell. A munka egy része belső helyiségekben, műhelyekben vagy nagy csarnokokban zajlik, de sok esetben kell a telepen a szabadban dolgozni, nedves, nyírkos, zajos körülmények között. A vízműgépkezelő sok mozgással járó, közepesen nehéz fizikai munkát végez. Ki van téve a nagy hőmérséklet különbségeknek, a csatornahálózatban vigyázni kell, mert a szennyvízben található anyagok kémiai összhatása miatt mérgező és robbanó gázok keletkeznek. Egészségre ártalmas tényező a zaj is. Baleseti lehetőség a kéz és lábsérülés. A szakma épp mozgásrendszert, jólátást, épp hallást, a kar, láb, kéz, ujjak fokozott használatát kívánja meg.
A munkakör betöltéséhez a víz- és csatorna műkezelő szakképesítés megszerzése szükséges. A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, valamint egészségügyi követelményeknek is meg kell felelni. A képzés szakiskolában és felnőtt képzésben tanfolyami keretek között egyaránt elvégezhető. A tantárgyak egyrészt a munkabiztonsági ismereteket tartalmazzák, másrészt a vízmű, csatorna műkezelés, üzemeltetés és fürdőüzem üzemeltetés szakmai alapjaival ismerteti meg a tanulót. A szakképesítés birtokában a vízműgépkezelő munkakör mellett többek között betölthető a szivattyúgépész, víztisztító berendezés kezelő, szennyvíztelep kezelő foglalkozás. A vízmű és szennyvíztelepen sok rokon szakma működik együtt. A csatorna műkezelő, a vízkárelhárító, a hidrofor kezelő, ezek mind együtt egymást kiegészítve biztosítják a zavartalan működést. A vizek tisztasága egyre fontosabb szerepet játszik az emberiség mindennapjaiban, így a vízgazdálkodási gépkezelők elhelyezkedési lehetőségei jónak mondhatók. A várható kereset a statisztikai adatok alapján bruttó 120 és 200 ezer forint körül van, ami eltérhet életkoronként és a munkavégzés helyétől egyaránt. Olyan fiataloknak ajánlanám, akik tudnak és szeretnek csapatban dolgozni, nem szeretik a monotonitást, és szeretik a különlegességet, mert ez egy különleges szakma. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.